De miért? Na, nem tudom! Talán mert halálosan hullok! Talán mert egyszerűen azt érzem, hogy megfullogok benned! Talán mert képtelen vagyok bármilyen vágyat érezni irántad! Na, Jézusom, ezt most nehogy magadra vett! Jaj, dehogy veszem! Csak megölöm magamat is, kész, ennyi! Egy újabb világsikert láthat a hétvégén a közönség a Jászai Mari Színházban. A játszdújra szem egy gátlásos, esetlen filmkritikus, Ellen Félix történetét meséli el, akit elhagyott a felesége. Barátai randevúkat szerveznek neki, de semmi nem úgy alakul, mint ahogyan azt korábban tervezték. Folyamatosan ugrálunk a jelen, a múlt, amiket visszaidéz, hogy mi tudjuk, hogy miért, mi történik vele, mi az, ami éppen most teljesen kiborítja, ideges és bizonytalanná teszi, és aztán a darab folyamán egyre inkább ugrálunk az elképzelt dolgokba is, hogy majd biztos így fog történni, mi lesz majd, ha így történik, mi lesz majd, ha így történik, és még egy része van, az elképzelt életmód tanácsadója, Humphrey Bogart, aki egyfajta apaként próbálja egyengetni Ellen útját, és segíteni a különböző nehéz helyzetekben. Filmszerű jelenetek váltakoznak a darabban, az idő és térbeli ugrások megvalósítását LED falak segítik. Alaszka, Szicília, de még a Modern Művészetek Múzeuma is megjelenik az előadásban, amely új szövegkönyvet is kapott. Azt is tudtam, hogy új szövegkönyvet kell készítenünk, és Guamino Sándor volt a dramaturgom, és Zöldi Gergely fordította újra a színház számára. Egy kicsit poros volt már az a változat, amit ismertem előtte. És szerintem jót tett neki. Ilyenkor mindig lehetőség van az arra is, hogy kicsit úgy igazítsuk a szövegeket, hogy azok a kollégák, akik majd játsszák, a saját ízük szerint tudják mondani, tehát hogy kicsit rájuk írtuk bizonyos részeiben a mondatokat a darabban. Már az indítás is rossz, kő! Nem tudom, mire célzol, túlságosan negatív az alapdiszpozíció. Mi a szart kentél te magadra? És még? Dezadost. És még? Körni. És még? Meg... szájvíz. És még? Baba hintőpor. De Johnson & Johnson! Hűz lesz, mint egy párizsi kuplerár. Muszáj imponálni. Né? Akkor mi van, ha iszadsz? Fordítva ülsz a lovam, kő. A nő legyen illatos, ne a férfi. A főhősnek rendkívül fantáziadús belső világa van. Közben olyan nehézségekkel küzd, amelyekkel szinte mindenki szembesült már. Tele van félelemmel, és megfelelési kényszere is hatalmas. Egy olyan karakter lett felfestve, ami ez a fajta furcsa, hát ez az igazi Woody Allen alkat, és azon belül is én érzek benne egyfajta Chaplines csetlőbotlót, ami végtelen szórakoztató egy külső szemlélőnek. Úgyhogy ezekből így tök jól össze lehetett így kapkodni, és jó kis közös pontokat találni vele, amiket aztán így ki tudtunk nagyítani. A próbák során nem csak az általuk megformált karaktereket csiszolgatták a színészek, hanem felkészültek arra is, hogyha a díszlet minden eleme megérkezik, már minden gördülékenyen működjön. Megjött a díszlet minden eleme, és hát melós, nagyon melós. Nagyon, nagyon változékony így a tér, rengeteg jel van, rengeteg videó, fényváltás, zene. Úgyhogy ez ilyen jó kis pepecselős időszaka mindig a próba folyamatnak. Miközben mi már, hogy itt vagyunk jelmezbe, díszletbe, már úgy csinálnánk, tudod, úgy neki menne az ember, de mindig történik valami, és akkor azt ott tisztogatni kell. Tudod, Dick, nagyszerű srác. Kicsit persze túlvállalja magát, de hát mit lehet tenni? Világ életében ilyen volt. Olyan ő nekem, mint hogyha a kisöcsém lenne. Igen. Folyton belekeveredik valamibe, aztán meg... Hagyja, hozzáfordul segítségét. De figyelj, én meg mi más tehetnék? Tudod? Segítek. De amúgy fel is néz rám. Lefoglaltam az asztalt. Remek, akkor én meghozom a sportzakómat. A játszdújra szem bemutatója most szombaton lesz a Jászai Mari Színház nagy színpadán.